egy javaslatot tenni. Ez kicsit ellenkezik azzal, amit Sándor mondott, itt a dialektikus materializmus, hogy akkor ne legyen konszenzus is, alakuljon ki valami harcba, de ennyi időben ez fér bele. Három dologról szeretnék beszélni. Egyrészt arról, hogy én úgy érzem, hogy nagyon sok minden született, sok műhely, stb., de egy kicsit még ilyen dezintegrált képet mutat, és lehet, hogy akkor ez egy nem üdvös gondolat, hogy ezek jobban álljanak össze. Ugye virágozzék 100 virág. Aztán én egy célt javaslok itt, és végül egy kis leáltár kapcsán fogom említeni a könyvet. Hát, hogyha megpróbáljuk a műhelyeket... Van valami? Igen, ott van egy kis... Tehát most én véletlenszerűen összeszedtem párat, amiket én ismerek. Például a Szent Ignáca kollégiumnak volt a közgázon egy jó hónapja, vagy talán még tavaly egy érdekes műhelye, és meg is jelent a közgazdaságnak egy külön száma, ahol a vallásoknak és a gazdaságnak a szerepét boncolgatták, ami egy nagyon nagy dolog, hogy szerintem, hogy 10 éve még nem lehetett volna ilyet tartani a közgáz épületébe. Aztán itt van mindjárt szeretett Laura nővére, mögötte néhány ember a Keteg című mozgalom, ami gyakorlatilag bevitte a szerzetes képzésbe ezt a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban című dolgot. Ugye ez a kettő viszonylag külön van, pedig hát jezsuiták mondjuk mind a kettőben járatosak. Aztán jó néhány egyetemen kezd kialakulni olyan műhely, ami már ilyen fenntartatóság, itt van velünk Szigeti Cecília, a Kautzkarról, Széchenyi István Egyetemről, és látjuk a publikációkban, stb., hogy ez születik, követ, nem beszélek, de már 20 év nagyjából sikerült alapon maradni. Hoztam egy ilyen újságot, mert egy ilyen közös művünk, aki esetleg nem ismeri, kirakok pár példányt a lépések, vagy esetleg körbeadom, és akkor vegyen el, aki szeretne, de nem tudom, a vége ezzel fog jutni. Vagy próbálunk ebben ilyen tudományos rovatokat, meg azért ilyen gyakorlatiasabbakat ötvözni, és negyed évente megjelentetni. Tisztát Termés Magyarország központja, úgy érzékeltem, hogy kicsit azért az úgy visszaesett. Működik? Itt a Gyula, úgyhogy jött, hogy jövök. Én itt vagyok. Hát tisztelt elmondani, hogy meg el, akkor jövök szombarat. Nem, majd megnézni. Jó, elmondani, hogy szombarat. Ugye vannak ilyen egyszemélyes produkciók, mint akkor Bogár László Közszolgálati Egyetemen kezd kialakulni egy műhely. Itt van Kerekes Sándor, aki most összefog minket, és Petőri Zsoltán egy bajszos képét van virágozásról, mintázott. Biztos, hogyha sok hely lenne még a fólián, akkor lehet ezeket tovább folytatni. De amit akarok mondani, hogy van egy csomó átjárás közte, de, és ez szerintem jó, mert számomra ez olyan kicsit, mint egy ilyen mező, amelyik virágzik, és sokkal nagyobb rajta a biomassza, mint volt 5-10-20 éve. De mégis úgy érzem, hogy ez az egy irányba haladás ez nem feltétlenül van meg, vagy nem megy arra, merre kellene. Hát ha sok időm lett volna, akkor csináltam volna egy szófelhőt, de nem sikerült összebütykölni, amikor mégis erre rátértem, de azt akartam ebből mutatni, hogy rengeteg szót lehetne felsorolni, ami kezdenek elterjedni. Tehát ugye tudjuk, hogy 10 éve még ezen ment a hitvita, hogy fenntartatóság vagy növekedés. Most már ugye, aki nem ért hozzá semmit, annak is úgy hozzá kell mondani a növekedéshez, hogy hát a fenntartató növekedésre gondol. Tehát valamilyen szinten ez kvázi a mémek szintjén már lehet, hogy diadalmaskodik ez az elv. Ugye ez nagyon sok lazulással is jár. És akkor hát itt hosszan sorolhatnám baloszlopban, én annyit csináltam, hogy megpróbáltam ide egy párat felsorolni, amik viszont talán itt tőlünk származnak. Tehát ugye ez is egy nagy dolog, hogy Mariéknak sikerült bevinni, ráadásul nemzetközileg úgy a köztudatba egy jelenséget, amely ugye a szavaknak nagyon nagy ereje van. És hát itt is mutathatunk némi
sikereket. Most, hogyha meg akarnánk határozni egy célt, akkor én azt mondanám, hogy ugye mindnyájunkat érdekel itt a kutatás is, a tudatformálás is, meg hát az oktatás is. Tehát talán a tudomány az, vagy a tudományos kutatás az, ahol a nagyobb ambíciói vannak, mert egy kiváló kutató az mégiscsak valami, egy kiváló tanár, hát az olyan, inkább olyan lokálisabb dolog. Én mégis azt gondolom, hogy a kutatásokban kellene talán mindenkinek mozogni a saját vonalán, és valahogy az oktatásnak a frontján összefogni, hogy ezek a eszmék, amik úgy egyenként talán túl gyöngék, ezek kerüljenek be a magyar közgazdász képzésbe. És végül is ez lenne a javaslatom, mert hát ezen gondolkoztam, hogy akkor ha valami policy paper lesz a végén, akkor oda én mit tudnék mondani, tehát szerintem most már megérett ez az egész ügy ahhoz, hogy ezeket valahogy egységesen oktassuk. Valószínű, hogy ezt nem egy hitvita szintjén kéne eldönteni, hanem fogok, tehát azt javasolnám, hogy akkor rakjunk össze némi tananyagot, tematikát, akár ilyen fóliák, vagy egyetemi kurzus, tankönyvek szintjén, és akkor köszönöm itt a könyvemnek a méltatását, ezt körbeadom viszontlátás reményében. Nagyon sokáig dolgoztam rajta, olyan 10 éven van benne, és hát ez még csak az első kötet, és még emelben megérem a második, harmadikat is. De hát én ezt használom most magamnál, nyilván az oktatásban, szóval viszonylag jól működik, hogy Ciri fogalmazott, megvan az előnye, és bármilyen hallgatót meg lehet belőle buktatni, de nem ez az a cél, de írtam, ilyen tényszerű információ van benne. Tessék? De tényleg, ebből aki nem tud buktatni, az ménytelen. Jó, hát egy ügyes tanár amúgy is tudta ez a cél. De itt nem ez lenne a cél, hanem az, hogy felmutassuk, hogy van egy alternatíva. Tehát az, amit talán a homeopátiának használatnál a párhuzamát, bár nem nagyon szeretem, de névileg érdekes. Ugye ahhoz, hogy a mai főáramnak tekintett orvoslásnak legyen egy alternatívája, illetve hogy lett egy alternatív, és az nevezte el a főáramot valahogy. És szerintem mi is itt tartunk most, hogy valahogy néven kell neveznünk azt a dolgot, és megmutatni, hogy van egy alternatíva, ráadásul itt a könyvben ugye a dókori görögöktől ez visszavezethető, tehát Arisztotelészre egy ilyen erényekonomiai hagyomány nagyon jó visszavezethető. És hát meg kell mutatnunk, hogy ennek talán a kora, persze úgy, hogy összeötvezzük a természettudományokkal, az erkölcsel, stb. És akkor hát végül a leltár, én itt azt javaslom, hogy nem tudom messze holnap idő a műhelybe, de majd ha ez itt visszhangra talál, akkor rakjuk össze, hogy kinek milyen van, és akkor hogy lehet, mit lehetne bele pakolni ebbe a kosárba, amit aztán közkincsé bocsátanánk, akár saját erőből, akár projektből. Nekem az a tapasztalatom projektekkel, hogy ami jó, az ugye vagy anélkül is megvalósul, vagy akkor állandóan jönnek hozzá új projektek, ami nem az, meg hiába van egyszer finanszírozva. Röviden végigszalad még csak így képekkel a könyveknek a fejezetén, három van belőle. Mi a közgazdaságtan, ez azért kicsit talán izgibb, mint maga a cím, de hát itt ugye azon dolgozunk, hogy valami kooperáció legyen, tehát hogy ne a növekedés, az egyéni érdekek legyenek, csak megpróbáljunk mindenkit ellátni a megfelelő javakkal, ami hosszabb időtávot vigyünk bele. Aztán a könyvnek a nagy részét azt ez a korok bölcselők iskolák teszik ki, tehát mondom, hogy végignéztem a muszlim közgazdaságtanoktól kezdve az összes vallásit, az összes modern alternatívot, akkor ezeket a nagy iskolákat, amiket egy normál közgazdaságtanban külön tárgyalnak, de innen a mi nézőpontunkból kicsit hasonlóak, sőt, ami talán meglepő, hogy még a marxizmusnak, meg a kapitalizmusnak is kb. Ugyanaz a hibája ebből a morál-ekonomiai szempontból, egyszerűen az ökonomizmus, hogy az embert nagyon visszavezeti a materiális vonatkozásaira. Érdekesség, lehet, hogy tudjátok, hogy az ökonomizmust először azt hiszem a Kautskyék használták, tehát ez kemény vonalas lenin és sztálini kommunizmust vádolták, hogy az ökonomista, mert hogy az embert ugye léthatározza meg a tudatot. Ugye mi azt gondoljuk egy kicsit, hogy talán fordítva
Tehát a végén van a könyvnek egy fejezet, ez a paradigma tenyésztőkről, ami szól Ernst-Hugo Schumacher nyomán, hogy van 5-6 ilyen nagy paradigma, ami belénk ivódott. Azt írja Schumacher, hogy a nagypapák találták ki, de az unokáknak a gondolatait mérgezi meg. Ő az evolúciót sorolja ide, a verseny, a pozitivizmus, a relativizmus, tehát tudjuk, hogy ezek visszavezettek bizonyos emberekre. Akkor itt csináltunk egy nagyon érdekes kis kísérletet, hogy megnéztük, hogy kit hogy utalnak a Science Diary-be. Majdnem az összes embert belevettük, talán a pápákat kivéve, hogy ők más téren mozognak. De nagyon érdekes, hogy nem a közgazdászok vannak a legjobban utalva, még nem is a leghíresebbek, nem is Adam Smith, hanem Albert Einstein. De ez nem csak a közgazdasági irodalom, hanem az egész. És valószínűleg nem azért, mert annyi elméleti fizikai cikk jelenne meg, hanem azért, mert teljesen ki van kiáltva a 20. század legokosabb emberének, és ő tőle valamilyen frappáns kis idézetet illik úgy belerakni. Úgyhogy ezt így meg is rajzolgattuk, stb. De igazából ugye az lenne a célunk, hogy kidolgozzunk egy ilyen alternatív paradigmát, hogy hát nem is kidolgozzunk, mert szerintem egy ilyen misztérium, hogy mi lesz paradigmával, de egy olyan elméletet, ami elég erős ahhoz, és eléggé rezonál a mai kornak a kérdéseire, hogy ez fölváltsa a főáramot. A Winter úradén, a másik mesterem, Sanyi mellett mondott egy nagyon jó terre, azt mondja, hát igaz, hogy a főáramnak nagyon erős a sodrása, de általában a Niagara vizeséshez vezet, tehát utána nem feltétlenül érdekes arra menni. És van a könyvben 5 ilyen mega melléklet, amin szintén nagyon sokat dolgoztam, hogy akiket így összeszedtem, azokat próbáltam ilyen elég didaktikusan belepakolni egy táblázatba, hogy mettől meddig élt, mi volt a fő műve 3-4 pontban, mi volt a fő mondani valója, egy jelmondat, elhelyezve egy évszámmal, ami a főművének a megjelenés, és végül besoroltam őket a morálekonómusok meg a haszonekonómusok közé, és akkor ezt így színekkel is viszonylag jó végigvittem a könyvet. És 5 ilyen táblázat rész van, híres közgazdászok, Thalestól Michael Porterig, ugye hát kérdéses a besorolás, a Porter talán nem annyira elment a közgazdaságba, hogy elég hazán húzta meg a határokat, tehát azért mutatok. Hát, na, egyet vissza. Tehát ez a narancsárga, ez a derényekonómia, elnézést, hogy sokszor mutogattam ezt az ábrát, biztos sokan látták. Arisztotelész, Aquinói, Szent Tamás, Ibn Khaldun, és hát itt megáll valahol a történet marsallal, illetve átalakul ilyen húzópatakkal, azért ezt ilyen szaggatottan jelöltem. Ez a tengely azt jelenti, hogy hol lépte át a közgazdaság talán az önálló tudományá válásnak a határát. És azt látjuk, hogy nagyjából itt a merkantilizmus körül, a napkirály udvarába itt elindult egy másik mozgalom, ami talán Adam Smith-szel lépte át a létezés küszöbét, koronázatlan király, az atya a közgazdaságtannak, aztán jöttek, akik a marginális forradalmat előidézték. És úgy látjuk, hogy ez az utilitárius vonal ez beelőzött, és jelenleg ez a fő áram. De azért volt benne néhány törés, ugye nehéz ezeket a válságokat megmagyarázni, vagy ami a legújabb, ez a paradigmaváltást kell datálni, akkor valószínű valamikor 1970 és 2008 közé fogják tenni majd a jövő tudósai, mert az első az nagyjából az ökológiai válságot, ha egy ponthoz kell kötni, itt lett az ökolábnyom több, mint a biokapacitás az egész földön. 2008 pedig, ahol a rendszer tulajdonképpen a saját frontján szenvedett vereséget, mert ugye ez a gazdasági válság, ami az egyesek szerint elmond, mások szerint nem, hogy tartozom. A második táblázatrész az a Nobel-díjasokkal foglalkozik. Ugye itt Alfred Nobel fogja egy kicsit a fejét, hogy hát ő erre nem gondolt, hogy az 5 eredeti Nobel-díj után lesz egy ilyen 6. hátsó pályán, egy 100 év késéssel bejött, és le is zárták ezt a hátsó pályát azóta. És hát azt látjuk, hogy egy kicsit ilyen kényszerházasságot kötött a közgazdaságtan meg a matematika. Az egyik az sikerült magát úgy pozícionálni, mint a legegzettabb társadalomtudomány. Általában félnek tőle a hallgatók, tehát azt mondják, hogy nagyon bonyolult, tudhatatlan, meg az emberek is, amennyire én tapasztaltam. Másik, meg ugye matematika, hát kvázi Nobel-díjhoz jutott, tehát matematikusként lehet viszonylag, hát nem könnyen, de hát lehet
közgazdasági Nobel-díjat kapni. Itt is végignéztem, ha jól emlékszem, a 74 eddigi díjazott voltán 60 utilitárius volt és 14 erényekonómus, tehát nagyon erős a legitimációja ennek a rendszernek, és hát nem arról szólt tényleg, amiket Sanyi mondott, hogy oldjuk meg a világnak a problémáit, és amikor például Amartya Sen megkapta a Nobel-díjat, aki talán a legelismertebb erényekonómus, hogy ilyen problémákkal is foglalkozik, akkor hát a Wall Street nagyon fanyalgott. Hozzáteszem azért, hogy mindenki amerikai, tehát Sen is azért a Harvardon meg itt ott tanított, tehát azért nem maradt ott Indiában. Mindegyikhez rakok azért egy portfóliát, tehát Joan Wyatt Robinson, aki majdnem megkapta a Nobel-díjat a nők évében, de aztán végül is nem. Összes egyébként 74 között egy nő van, és egy színes bőrű, és azt hiszem 90% amerikai, vagy legalábbis amerikai egyetemen dolgozó más származású. A egyik lábán ellenőrizetlen hipotézisek, másikon ellenőrizhetetlen jelszavak, így botorkál előre a nemzetgazdaságtan. Feladatunk az, hogy az ideológiának és a tudománynak ebben az elegyében a kettőt amennyire csak lehet szétválasszuk. Újkori filozófusokat is megpróbáltam feldolgozni, mert azt gondolom, hogy ez a homo economicus ez egy olyan mém, amit nem tudunk eredeztetni. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan ezt ki mondta, mikor, és az majdnem biztos, hogy nem bizonyították. Holott erre épül az egész elméleti rendszerünk, ez az axióma, amit mindenki használ. Az biztos, hogy Smith nem mondta, Mandeville a méhek meséjébe kvázi leírta, James Stuart Mill-t már vagy támadták miatta, de hogy ki mondta pontosan, az nem nagyon világos, valószínű Mill-nek a kritikusai. Tehát ugye végignéztem a filozófusokat, és akkor megpróbáltam azt a négyet-ötöt elkülöníteni, ezt tényleg mondták, nem igazán ma ismert nagyhatású emberek talán. Beszéltem a vallási közgazdaságtanokról, amiről ötöt is feldolgoztam, volt amelyiket egész röviden, például a hindu az nagyon létezik, bár van már ilyen, hogy Handbook of Hindu Economics. A legkiforrottabb az számomra a katolikus egyháznak a társadalmi tanítása. Gyakorlatilag 1891 óta adnak ki a pápák folyamatosan olyan enciklikákat, amik nagyon érdekesek közgazdasági szempontból, és egyre sűrűbben jönnek. Tehát ugye Ferenc pápának azt talán úgy is érint minket, hogy a Laudatio Si az már a teremtett világ védelméről szólt, tehát ezek mindig reagálnak. És ugye ez azért számomra legalábbis tetszetősebb, mint a normál közgazdaságtani elméletek, mert mindig vita van. Tehát jön valaki nagy ember, azt megcáfolják, van pár hív, és akkor jön egy másik iskola, akkor régét egy kicsit elfelejtjük. Ez pedig olyan mindig megismétlés egymásra épült, tehát ilyen szempontból azért az a 150 év, nagyon 120 év, ez nagyon nagy dolog. És hát az utolsó táblázat részem az a modern alternatívok, tehát van ilyen, akik szegénységközgazdaságtannal foglalkoznak, boldogsággal, maga az ökolábnyom, stb. Tehát ez lenne a vége. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. És akkor, nem tudom, a kerekes bendet ki ismeri egyébként, de mindenkinek tudom ajánlom, tényleg létezik, tehát ez egy meglévő lemez borító. Kivétesen befejeztem időben, úgyhogy köszönöm.